Riadó készültség a svédországi Malmöben, az Eurovíziós Dalfesztivál döntője előtt az iszlamista terrorizmus megjelenésétől tartanak. A svéd város az elmúlt években a bevándorlás egyik fő célpontjává vált. Mára a lakosság több mint harmada született Svédországon kívül, így különösen sokan vannak, akik ellenzik a fesztiválon az izraeli énekes fellépését. Rendőrségi kisbuszok parkolnak a Malmö Aréna rendezvényközpont épületénél, ha a létesítmény adott hont a héten az Eurovíziós Dalfesztivál eseményeinek, amikre a svéd rendfenntartók nagy erőkkel készülnek már hetek óta. Nem bocsátkozhatok részletekbe, de nagyon sok rendőr dolgozik a hét folyamán Malmöben. Jönnek dán és norvég kollégák is segíteni, és rengeteg biztonsági kameránk is van városszerte, mondta a rendőrség szóvivője. A hatóságok szerint várható, hogy a rendezvény közben palesztinpárti tüntetők tiltakoznak majd, amiért a szervezők nem voltak hajlandóak kizárni az izraeli indulót a versenyről. A harmadik legnépesebb svéd városban az elmúlt hetekben többször is tartottak Izrael ellenes demonstrációt baloldali és palesztin szervezetek felhívására. Ezzel kapcsolatban tárt fel fenyegetéseket az a rendőri jelentés is, amely a Dalfesztivál biztonsági kockázatait elemzi. A közvetítés megszakítására irányuló kibertámadások mellett a dokumentum a legnagyobb veszélyforrásnak az iszlamista terrorizmust nevezte meg. A biztonsági helyzet komoly, magas a terrorfenyegetettség szintje. Megállapítottuk, hogy az erőszakpárti iszlamista közeg Svédországot nem csak legitim, hanem egyenesen kiemelt célpontnak tartja, mondta a svéd biztonsági szolgálat műveleti parancsnoka. A feszültséget fokozza, hogy a svéd rendőrség a napokban engedélyezte azt a megmozdulást, amin egy ismert iszlámellenes aktivista elégette a Korán egy példányát. A korábbi hasonló események után többször is zavargások törtek ki a jelentős muszlim kisebbséggel rendelkező Malmöben. Szeptemberben egy hasonló koránégetés után a rendbontók összecsaptak a rendőrökkel, és autókat gyújtottak fel, egy többségében migránsok lakta negyedben. Ugyanez a Rosengård nevű városrész már 5 éve is szerepelt a rendőrség által legveszélyesebbnek tartott svédországi körzetek listáján. A negyedben korábban többször is súlyosan megrongáltak egy evangélikus templomot, míg az épület külön rendőri védelmet nem kapott. Azóta már a svéd politika is elismeri, hogy az elmúlt időszak migrációs hullámai után jelentősen megnőtt az erőszakos bűncselekmények száma az országban. Malmöben 2022 nyarán fényes nappal lőttek le egy férfit és egy nőt egy bevásárlóközpontban. Az áldozat egy indonéz bevándorlókból álló motoros banda vezetője volt, a támadó pedig egy rivális csoporthoz tartozott. És ez csak egy volt a svéd hatóságok által regisztrált 62 lőfegyveres leszámolás közül az évben. Ennél is súlyosabb következményekkel jár egy másik banda háború is, ami ugyancsak rivális bevándorló csoportok között zajlik. A balkáni és közel-keleti bűnszervezetek pokolgépes támadásokkal igyekeznek megfélemlíteni egymást. A svéd hivatalos statisztikák szerint tavaly több mint 140 ilyen bombamerénylet történt, a harmaduk Malmöben.